Lefelé tartunk. Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek, ha fakul szemünk fénye, és hangunk megremeg. Sajnálkozó mosolyt is megfigyelhetünk, amikor kihagy néha az emlékezetünk. De bánkódjam miatta, az óra lepereg, s vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. Lépteink lassúak, óvatosak. Nem várnak derűs, fényes utak. Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már, és veszít melegéből a kedves napsugár. De bánkódjam miatta, ha dermeszt a hideg. Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. De bíztatón ragyog felénk Isten mosolya. Ne félj, pajzsod vagyok. Fáradt gyermeket hordoz az erős égi kéz. Szólít. Szava színarany és édes, mint a méz. Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg? Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. Nem, fölfelé megyek. Hallom már a magasból a győztes éneket, s látom, fehér ruhákban a királyi trón körül nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül. Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg. Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Kedves gyülekezet! Nagyon örülök, hogy találtam egy olyan ige szakaszt, ami az időseknek és a fiataloknak egyaránt szól. Nem gondoltam, hogy van ilyen a Bibliában, mert azért ez különböző korosztály. De hadd olvassam föl nektek a 92. Zsoltár néhány versét, a 13. verstől kezdve. Így olvasom tehát a 92. Zsoltár 13. versétől. Az igaz virágzik, mint a pálmafa. Növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágoznak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Ugye azzal kezdődik ez a Zsoltár vers, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa. Igaz lehet egy ember kisgyermekkorában, fiatalkorában, felnőtt korában és élete végén időskorában is. És nekem csodálatos az a jelkép, hogy az igazat hasonlítja a pálmafához. Hát hol is nőnek a pálmafák? Micsoda felüdítő egy sivatagban egy oázis. Milyen nagy dolog lehet, amikor egy fáradt vándor, aki esetleg homokviharban érkezik, és tűzi a fejét a nap, és megy az úton, és egyszer csak messziről meglátja a pálmafát, vagy a pálmafákat. A Szentírás azt mondja, hogy az igaz ember, akinek segítsége az Úr, gyermekkorától kezdve élete végéig ilyen környezetben él. Nekem azért tetszik ez a hasonlat, mert nem azt mondja a Szentírás, hogy valahol máshol egy nagy ligetben, hanem hogy a sivatagban, ahol leginkább tűz a hőség, ahol bizony meg kell találni a vizet, hogy növekedjen ez a pálmafa, és bizony sokszor van akár homokvihar is. Hát megkérdezném gyerekek, hogy azért amikor az iskolában jártok, akkor nem érzitek úgy sokszor, hogy egy osztályban egyedül vagytok, és nem értenek meg benneteket, és egészen más a helyzet. És nem tudom, megéltetek-e ilyen homokviharokat az iskolában, amikor megtámadnak titeket azért, mert másak vagytok. Kedves idős testvéreim, hányszor éltetek meg homokvihart az életetekben? Mi mindenen mentetek keresztül? És milyen csodálatos dolog, hogy azt mondja ez az ige, hogy mi mindannyian palánták vagyunk az Úr házában. Palánták. Egy idős ember is lehet palánta? Hát hiszen élete végén jár. Palánta az Úr házában.
ami azt jelenti, hogy még idős korban is lehet növekedni. Ugye nagyon érdekes volt ez a vers, hogy lefelé tartunk, vagy fölfelé tartunk. Úgy gondolom, hogy csodálatos ez a kijelentés, hogy egy ember vén korában is gyümölcsözhet, kövér és zöldelő lehet. És mi a célja a gyümölcstermésnek, és mi a célja a falomnak, egy pálmafa esetében? Ugye a perzselő nap ellen micsoda csodálatos dolog egy sivatag után egy pálmafa árnyéka. Isten ilyenné szeretné tenni mindannyiunk életét, hogy a sivatagban járó emberek, akik nagyon vágynak arra, hogy oltalmat, hűst, nyugalmat találjanak, ilyen pálmafákat láthatnának, akár gyerekek, akár idősek. És talán még egy dolog, ami nagyon érdekes ebben a hasonlatban, hogy messziről látszanak a pálmafák. Bárcsak a Jóisten ilyenné tenne az életünket, akár fiatalok vagyunk, akár idősek. Hogy látszon rajtunk az, hogy ki a mi Istenünk. Hiszen a Zsoltárnak a legutolsó verse, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, hogy nincsen hamisság benne. Hogyan tud egy pálmafa, egy palánta az úrházában tanúskodni arról, hogy igazságos az Úr, a kőszikla, és nincsen benne hamisság? Úgyhogy az ő élete formálódik. Elveti a hamisságot az életében. Könyörög, hogy megláthassa, hogy szembeforduljon vele, és győztes lehessen. Én kívánom, hogy a Jóisten mindannyiunkat tegyen palántával az ő házában, hogy elmondhassa az életünkről azt bárki, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa. És adja meg a Jóisten időskorban is, és fiatalkorban is, hogy gyümölcsözőek lehessünk, és hogy tudjuk hirdetni azt, hogy az Isten az igazság, a kőszikla, akire támaszkodhatunk, aki véd bennünket, akire épül az életünk, és nincsen benne hamisság. Isten segítse az életünket, hogy errefelé haladjunk mindannyian, akármilyen idősek vagyunk is. Amen.